Na szavaztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Baluka vagyok, és elérkeztünk ez a legújabb Scrap Manikos videóhoz, és ma újra itt van velem Zonda! Hello! Sziasztok, hello, sziasztok, hello, hello, sziasztok! Na lényeg, hogy rengeteg Scrap Manik szerda, hasszem kettő, maradt el eddig, mert hát nagyon-nagyon el voltunk foglalva mind a ketten Zondával, de inkább rajtam múlott a dolog. Miért húztad már legint le a falat? Én nem, oda sem mentem. Te falat? Táborban voltam az elmúlt egy hónapban, és hát így ilyen előre felvett videókat publikáltam ott a táborba, úgyhogy hát igen, kicsit elment a ló, de újra itt a Scrap Manik szerda. Ami kedd, mert előre hoztam egy nappal, hogy minél előbb legyen Scrap Manik. De egyébként szerdánként lesz új Scrap Manik. Na srácok, ebben a mai videóban, mint olyan a címből is láthattátok, okos házat fogunk építeni. Hát, ja. Elmúlt egy hónapban semmit nem scrap mechanikoztam, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy mit fogok. Úgyhogy most megint nubi leszel? Ez azt jelenti? Olyan nubi leszek, hogy az hihetetlen. Megint ki fog rage-elni a gyerek, figyeljétek. Szóval srácok, akkor szerintem ne is húzzuk tovább az időt, hogyha már feltoltam a falat, akkor húzzuk is le, mert hogy kezdődik a nubi vs pro. Mert és mi a téma, azt még nem mondtad? Hogy nem mondtam volna, okos ház. Okos ennyire inkább ház, rám. Inkább ház legyen, ennyire figyelsz ház. Rám, érted? Ennyire figyelsz rám. Nekem, ha már tudok bele ümműködő ajtót csinálni, az már ha van okos. Benne ajtó és ablak, az már okos ház, jó? Nekem az már okos, oké? Okay? Attól, hogy én nem tudok kiszét, ümműködő ágyat, meg lámparendszer, na, szerintem húzzuk le a falat, kezdődik a fél óra, és satör. Ilyedet megtiszteltetés, hogy lehúzza a falat. Köszönöm szépen, uram, sokat jelent ez öntől. Sia, sia! Várjál, indítsam a timert. Hogy ne indítsd a timert? 2-1, indul. Hoppá, én már elkezdtem. Én már megépítettem a ház felét. Ház felét, akkor neked nincs is házad. Micsoda plot twist. Excuse me! Mi van? Milyen nincs házam vagy mi? Azt az, hogy megépítetted a ház felét, de nincsen semmi a te oldaladon. Hogy ne lenne? Hát, nincs házad. Mi? Csasz? He? Hogy látsz át a nagy falon? Nem, én Csali. Szoktam átleselekedni meg, átkilölni másnak a tankjait, építkezés közben. Na, hogy haladsz a házzal? Én már meg vagyok a ház alapjával. Mindjárt kész van a kert. Kis kertje is lesz a házikónak. Igen? Mert az úgy néz ki, hogyha ezt van kis mikor kertje. Beszéltük meg? Ebből battle lesz. Battle. Battle? Mint battle. A flaska. Mi flaska? Battle. BOTTLE. De mi köze a flaskához? Hát flakon. Battle. Tessék. Kívülről talán egész pofás lesz, de belülről... Siralmas. De ne így állunk hozzá, ugyanunk hozzá, hogy jó lesz. Pontosan, ez a lényeg. Kell nekem szenzor, pitstone, logic gate, hol a pitstone? Pitstone, woodblock. Ti nyitottak lennétek egyébként más játékra? Mert nagyon-nagyon régóta gondolkodok már ezen, hogy már legyen-e más játék, vagy ne legyen, de mégis legyen. És hogy egyébként ti nyitottak lennétek erre? Ugye tudhatjátok, hogy Twitch-en elkezdtem live-olni, és relatív egész gyakran vannak live-ok Twitch-en, úgyhogy igény ott van rá. Természetesen, de hogy YouTube-on is van-e rá igény? Na, ez itt a kérdés, úgyhogy itt a kártyáknál tudtok majd szavazni. Pontosan itt. Itt a kártya. Szavazzatok. Pont úgy nyögsz, mint a falusi. De most már jó az ajtóm. Azon kívül végül is, hogy nem olyan blokkból építettem, amilyenből akartam, de azon kívül tök jó. Na de most! Lesz aztán itt hacolaj, ennyi, zondácska! Megoldottam? Hit the like button! Ahogyne! Egy hónapja nem építettem ilyet. Nagyon, ahhoz képest nagyon jó. Ilyen, hogy csengő, vagy a csengőt azt hogy oldjam meg szerinted? Csengő, egy gombbal és egy noteblokkal. Ja, hogy az is legyen okos! Én erre nem is gondoltam, hogy esetleg legyen okos. Én azt hittem, hogy ez kis buta hát, csengő, kis dísz, azt ott cső. Buta csengő. De nem, hanem hogy én nem gondoltam, hogy esetleg működjön is. De amúgy köszi az ötletet. Hogy... Ellopom. Ha, földre semmiképp se kezdjél építkezni, ez egy tanács. Mármint így a fűbe, hát de semmiképp majd se. Majd kiütöm izével, hemőrrel, nem? Figyelj, én nem tudok mit mondani. 1, 2, 3, 4, 5. Erre nem tudok mit mondani. 1, 2, 3, 4, 5. Számolom az ajtómnak a helyét. 4. Ja várjál, nekem nem is az ablak kell, nekem a redőny kell, hogy működjön. Oda, de akkor lesz itt is vona. Áj! Szóval az a gond, hogy úgy akarok redőnyt csinálni, hogy ne legyen neki... Hát de nem kell neki keret, hát föntről fog lejönni. Gondolkodós percek Balukával. Gyorsítás következik. És
bevágott közben a Robert D. Wide zenét, ja. Tudod? És Logic-gate lehet közvetlen piston mellett, vagy nem? De minek piston mellé rakni a Logic-gate? Oda is rakhatod akár, de akár hol rakhatod a Logic-gate-et. Ott fér el. Ha ott fér el, akkor oda rakd. Hát akkor ott fér el. Hallod, viszont kijöttem belőle, egészen megoldottam, bár nem biztos még, hogy jó lesz. De reméljük. Na jól, kötögessünk. És viszont elfelejtettem, tudom mit felejtettem el. A piszton nem állítottam be. De hát, ami késik, az nem múlik. Vajon mennyit kell? 5-öt kell kitolnia? 5-öt kell kitolnia, igen. Na, áttesszük 5-re. Oké. Okay. És akkor most nézzük, hogy működik-e. Kíváncsian várom. Can't touch this! Zonda! Mehet a dance! Tőled jön? Aha. Jó lett. Most felálltál és táncolsz? LOL! Ez így de jól néz ki, na várjunk, ezt fogom használni. Van egy objektum a játékban, aminek tökre más a feladata, mint amire én fogom használni, de rájöttem, hogy ez így nagyon jól néz ki. Jó van, Zonda! Megvan, kész van, szuper! Működik! Hát micsoda kerítése az emberek, micsoda kerítése! Te kerítéseket csinálsz, hogy ilyeneket? Hát mondom, ezt egy kis kertem. Festésiba, korrigáljuk. Festés? Excuse me, valahol kihagytam a festést, hát miért te nem fested a házadat? Hát de hát már nem most az, már fest. Én folyamatosan festem a házamat. Ja, te jó. Hát ez nem lesz berendezve, ennek tényleg csak a külsét kell nézni. Ja, hogy te így vagy velem. Nem, lesz szép kert, gondolj. Igen, mert különben csúnya. Jobban látni a haladást, közben festem. Állj hozzá úgy, hogy szép. Jó a kürt is, nem? Az is ugyanúgy szól. Minden bizonnyal, igen. Így. Oda rakjuk a kürtit. Így. És így. Megvan a csöngő. Na mi van? Működik. Én nagyon megszerettem ezt a scrap manikot, hihetetlen, hogy mennyire. Na, ennek jelentem. Amúgy viszont örülök. Hát, még én. Hallod, Zonda, amúgy hol tartunk jelenleg, mert már kezd kicsit sok ideje. 4 perc, 58 másodperc. Ó, értem! Akkor pont majdnem 5 percünk van. Hát jó, igen. Akkor viszont igyekezni kéne, mert nekem még van egy pici dolog hátra. Igaz, nem sok, de még egyéb, hogy egy picike még van. Olyan magas a házam, hallod, mindjárt átlátok. Nekem abszolút nem magas, és abszolút tök jó. De most kajak. Nagyon jól néz ki. Egy lyukat, és akkor itt ki tudok jönni. Sőt, lehetne az... Ó, wait a minute. Hallod, neked sincsen berendezve? Nekem sincsen. Nincs? Ja, hát én a dizájnra mentem rá, úgyhogy azért nincsen berendezve. Hát, figyelj, van egy ágy, egy korlát, egy lépcső, ennyi. Nekem még annyi sem. Meg egy kapcsoló. Az én házam az készen van, és van még 2 perc, 25 másodperc. Mit rakhatnék vele? Valami kis apró kis festegetés, értitek? Most direkt húzbaluka agyát, aki még építi fel a ház másik felét, én pedig hát még egy-két dolgot le kéne festeni. Köszi. Figyelj, akkor én gyorsan pakolok bele budit. Hol a budi? Hol a budi? Tényleg, rakok be budit is, mert az is na, fontos. Szép volt! Hol a budi, hallod? Hogy kell beírni a WC-t? Toilette? Igen. Az itt van egy toilette. Toilet. Ide csapunk egy budit. Hol a bed? Van ilyen, hogy bed? Van ilyen, hogy bed. Ide csapjuk a bedet. Van bed. Not bed. Not bed. Ide a budi mellé a bedet. Így-e. Párnát is csapunk. Sőt, nálam nem lesz fürdőkád, mert van fürdőkád is? Az hogy kell beírni? Besz. Bath. B-A-T-H. Az enyémhez nem kell fürdőkád, mert majd megtudod, hogy miért nem kell. Mi kell még hozzá, öregem? Mi kell még egy jó házba? Jaj, nem kötöttem be izét! Nem kötöttem be a lábákat! Akkor mutatom a házat közben. Ilyen lett. Ez így egy blokkon van rajta. És hát na. Ez volt ennyi. Lámpa is van benne. A redőny. Mozgatható, húzható, fel, le. Ahogy érezzük. Na gyere, Zondi! Felhúztam a falcsit! Húzd fel a falat, én meg beindítom ezt a zenét. A noteblokkos, ja, jó, beindítsam. Jó, okés. Mehet? Tik! Mehet. Dík, lol! Na! Tesó, ez pro és pro. A tiéd az egy ilyen olasz, igen? Stílus, ilyen nem tudom mi, mediterráns. Na mondjad, szólj! Szóval, mutasd be. Itt van az én modern házam, medencével, növényzettel, garázssal. A medencében nem tudok úszkálni. Hát nem lehet úszkálni benne, de nézd meg, itt vannak a bemászó korlátok is. Igen, nagyon menő. A kerítés nézd meg, miből van megcsinálva itt? Kaktuszból. Hűtőrácsból. Nézd meg ott. Lol! Nem mondod, és kajak. A barna szín akkor olyan, mint a csengő.
És az várja, ajtó pedig... Melyik? Várjál, hogy vagyunk? Várjál. Ja, ez a csengő, és ez igen. A... Az az ajtó. Ja, ez az ajtó! Ja, én itt akartam bejönni itt oldalt. És ez egy XOR. XOR ajtó, tehát két oldalról nyitogathatod. Te menő. Van villany. Felé. Jó, és villany és egy menő. WC, meg még itt följössz az emeletre, akkor budia, itt van egy ágy. Budia, izé alatt. Ah! Ah! Kilóg a sityakomból egy fél! És így fölpatasz a lépcsőre. Itt onnan. Fönn az erkély. Erkély. Van egy erkély, és ott egy ágy. Nem nagyon volt időm berendezni, úgyhogy... Nagyon szép. Elég minim. És a lámpa a lent... Kapcsolod le a lámpát? Igen, azt fönt is kapcsol. Szép! Szép munka. Nos, ez az én kis aztán házam. Aztán majd mondjunk kritikát is mindegyikről. Minden, mindenképp. Ház? Amúgy szép! Kitettél magadért. Tudod, nekem is nagyon tetszik, tök jó. Köszönöm szépen egyébként. Na ezt figyeld, csengő, te teszteld le, teszteltem, én már úgyis teszteltem. Duda, ez egy duda. Ez a jó, olaszos. Ott olaszos. Kicsapja a csengőt, rázd meg, rázd meg! Na ajtócska. Működik? Működik, ugye? Működik, jó. Helyes. Na most csekkold a redőnyt, figyeld a redőnyt. A villanyt is, bocsánat, igen, a villanyt is teszteljük. Milyen a villany? Jól működik? Jó az a redőny. Ez ilyen zombi apokalipszis. A redőny az nagyon jó volt, bár... Tényleg? Direkt csináltad meg úgy, hogy félig meddig lelógjon? Igen, igen. Mert az amúgy jól mutat, igen. Igen. Gyere, gyere ki, nézd meg kívülről a... Milyen menő már, hogy itt csukja. Nagyon jó. Na most bocsánat gyerekek, hogy elvők száz évig mélyem, de nekem minden tényleg, amikor valami egyedit építek, vagy valami menőt, vagy ami tényleg jól néz ki, és zondos azt mondja, hogy jó, akkor én nagyon boldog vagyok akkor. Legyen egy haladó VS Pro. Haladó VS Pro, köszönöm szépen. Mert amúgy tetszik a ház, csak így furcsa. Mert olyan, mintha panel lenne, és egy mediterrán ház összeverve. Panel? De miért panel? Mert le van csapva a teteje. Ja igen, tetőt azt nem tudtam, hogy kicsi. Mert a mediterrán házak egy jó kis egy cseréptető lenne, akkor én azt mondanám, hogy ez egy pro. Na, és cseréptitőt miből csinálok cseréptetőt? Titőt! Cseréptitő! Titő! Hello, titő! Nézd, ilyenekkel. Én mondtad ezt a kontrollt, hogy hogy? Hát úgy, hogy bedöntöd így két oldalra a lapokat. Bedöntöm így két oldalra. Jajaja, vágom! Tehát a kontrollerrel fogod meg, és a kontrollerrel forgatod el a blokkokat. Igen. Ja, értem. Ú, de az nagy macera. Hát macera, de te vállaltad egy mediterrán házat, én direkt a lapos tetői modern házat tettem. Lapos tetői ficálok atyádba! Jó nagyokat belecsipam! El kéne mennem kajálni. Ja, azt hittem mást. Úgyhogy igen. Ne, mert azt, mit azt gondoltál? Mondtad, hát, azzal kezdted a szót, hogy ka, és aztán az így félbe szabadt. Ja, kakálni! Ja, nem, kajálni. Most pedig elérkeztünk a videónk végéhez, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, hogyha így volt és szeretnétek még további Noob VS Pro, vagy Pro VS Pro, vagy Pro VS Noob VS Hacker VS Pro VS Hacker VS én videókat látni a csatornán, akkor mindenképpen dobjatok egy hatalmas lájkot és iratkozzatok föl ezek mellett ennek a kicsi, pufi, duci fej... Ó, várj, nekem is van ilyen fejfedő, figyelj. Ez most így pont itt volt az asztalom. Nem is értem, miért nem volt rajta. Tehát ennek a kisfiúnak is itt van lenne a csatornája a leírásban, ahol még sok más hasznos infokat is megtaláltok, többek között a Twitch csatornán. Iratkozzatok föl! Ez jó lesz. Na! Ez jó volt, elköszönés. Én Baluka voltam, találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!